A háborús veszélyhelyzet kihirdetésére a megszavazott törvénymódosítás ad lehetőséget. Orbán Viktor keddesti bejelentésében azt mondta, a szomszédban zajló háború következményeként a világ egy gazdasági válság küszöbén áll. Ez a háború folyamatos veszélyt jelent Magyarországra, kockára teszi a fizikai biztonságunkat, és veszélyezteti a gazdaság és a családok energiaellátását és anyagi biztonságát is. Látjuk, a háború és a brüsszeli szankciók hatalmas gazdasági felforduláshoz és drasztikus áremelkedésekhez vezettek. A miniszterelnök hozzátette, Magyarországnak ebből a háborúból ki kell maradnia, és meg kell védenie a családok anyagi biztonságát. Ehhez mozgástérre és azonnali cselekvőképességre van szükség. A kormány az alaptörvényben biztosított jogával élve ma éjféltől kihirdeti a háborús veszélyhelyzetet. A járvány elleni védekezés alatt bevezetett veszélyhelyzethez hasonlóan ez is lehetővé teszi a kormánynak, hogy azonnal reagáljon és minden lehetséges eszközzel megvédje Magyarországot és a magyar családokat. A kormányfő azt ígérte, szerdán újabb intézkedésekről tesz bejelentést.